Üdvözlünk minden kedves nézőt, itt vagyunk újra a Magyar LOL TV adásával. Budapestre jelentkezünk, méghozzá az észak-amerikai LCS Promotion Tournamentjével, azaz 5 csapat küzd meg 5 BO5 keretében, és végül a 3-an jutnak be az LCS-be, 2-en pedig a Challenger Series-ben folytatják a karrierjüket. A mai este mérkőzése Észak-Amerikában az Echo Fox, azaz az észak-amerikai LCS 10. helyezettje, illetve a Team Liquid Academy között zajlik, azaz a Challenger Series 2. helyezettje között. Amit mindenféleképpen meg szeretnénk említeni, hogy ez lesz a mai este utolsó mérkőzése. Mind Európában, mind Észak-Amerikában a B5-ös szériából 5 meccset használtak ki a játékosok. Nagyon szemre való az amúgy, hogy mennyire egy szintet képviselnek amúgy a csapatok. Illetve... Jelen pillanatban mennyire nem bírnak egyből egymással. Inkább ezt mondanám, hogy mennyire hibáznak és mennyire nem képesek elengedni bizonyos választásokat. Ezt már azért megmutatkozott nekünk tavaszi rájátszásban is, amikor éppen mondjuk egy Kindred volt a fő választás. Most én úgy gondolom, hogy KFO-nak ezt a fiórát hanyagolnia kéne. Hozzon valami teljesen más hőst, viszont az 5. tiltási és választási fázis Hecarim és Gangplank és Shen nem változtat a Fox a tiltásokon, és a Team Liquid Academy sem 3 darab középső ösvényes tiltanak ki, abszolút Froggerre koncentrálnak, KFO pedig választhat valamit. Első választásként úgy gondolom, hogy ez a Gnar mindenképpen egy jó ötlet lenne, el kell venni bizony Szólótól ezt a hőst, Szólónak pedig nem Trundle-lel kell jönnie, az is biztos. Nem tudott azzal mit kezdeni egyértelműen. Úgyhogy változhatni kell. Moonnál jó lesz az a Rek'Sai, egyértelműen továbbra is a legerősebb dzsungelesek egyike. Hát kezébe Gragas fog érkezni, ez szinte biztos. Pigletnél viszont ott van Sivir, mindig kiosztja legalább a csapatsebzés 35%-át ezzel a hőssel, tehát ez egy magabiztos hőse Pigletnek. Így kell csinálni, és nagyon tetszik amúgy a zene, hogy mennyire kifinomult, mennyire klasszikus, mennyire szimfonikus az egész összeállítás. Az elmék harca megy most mind a két oldalon. Hárnál ott lesz Gragas, ez a második választása a Foxnak. A kérdés az, hogy mit hoznak még el? Karmát! Bár mondjuk még ez a Karma érkezhet Bighez is, a Hárdnak a Gragas dzsungelen mindenképpen érkezik, majd az idézők szurdokában Rek'Sai-jal szemben visszatért a nagy páros. Golden Gloom marad a Viktornál, ahogy Stunt is a Soraka választásnál, így viszont az utolsó hős, amit a Team Liquid Academy majd választ, az a felső ösvényre érkezik Szóló kezébe. És mit? Te mit várnál most egy KFO Gnar ellenébe Szólótól? Én nem adnám azt a Trundle-t, nagyon gyenge volt. Abszolút nagyon gyenge volt, ugye Shen tiltólistán van Gangplank-kel egyetemben. De azon sem lepődnék meg, hogyha ő próbálná meg eleve elhozni Fiórát. Tehát egy Stunt Fiórát is nagyon szívesen megnéznék. Illetve egy tank is jól mutatná egyértelműen még a Team Liquid Academy-nek a társaságában, csapatában. Így az Echo felsős, mit is meg lehet próbálni. Lux! Atya, Froggen Lux! Nem futsz te sehova, Pierce! Nem mehetsz sem erre, sehova sem futhatsz. Ugyanis megérkezik Lux az idézők szurdokába, Kiss pedig Lucian-nál fog játszani. Wow! Azt kell, hogy mondjam, hogy kifejezetten, és már előre elnézést kérek szépen, nagy luxus elhozni egy ilyen hős, hiszen a kombó megvan, lecsapott közben egy legyet mú. Szóval a kombó megvan. Az első szörny a dzsungelben. Ez a légy, amit most lecsapott. De Rumble még érkezett egyébként a felső ösvényre, ezért láttunk ma már elég sok Rumble játékot. Igaz, azért a varázssebzés így dominálni fog a Team Liquidnél. Nem lehet rossz, nem lehet rossz az a Gnar. Én úgy gondolom, hogy ugye az egész kombónak a lényege, hogy Lux helyhez kötése, a fénycsapdái,
azok, hogyha találnak, ugye ha kiadja magából Lux a kombóját egyedül, az már rengeteg sok sebzés jelent. Rengeteget, de tényleg. Ezzel nagyon kell vigyázni, egyből a szoraka gyógyítást ki kell adni. De mi lehet még jó gombokombó? Egy falhoz vágás Gnártól, és egy vonalba kerülnek akkor az emberek, és akkor jöhet a végső képessége Froggennek. Nagyon sok olyan területre ható sebzése van jelen pillanatban a Foxnak, ami amit tisztelni kell. Tisztelni kell, de azért tud, én úgy gondolom, válaszolni. A Team Liquid Academy is erre a területre ható sebzésre, vagy területre érkező sebzésre mindenképpen ott lesz Rumble-nek a pörkölése, illetve az ő végső képessége is. Ott van Victor Burst-ja, ami azért szintén, ha úgy nézzük, akkor területre érkezik. És azért Piglet is majdan, amint meg lesznek a kis kritikus találatok, és a pattagó pengék egyszer kritikust ütnek az elsőnél, akkor azok végig fognak szaladgálni. Kérdés az, hogy Luxot mennyire lehet majd bántani a középső ösvényen, mert hogyha őt kiveszik a játékból, akkor bizonyan idő kell neki, míg megjön az a sebzés. Hátráltatni kéne Moonnak a középső ösvényen Froggent, de ez még csak a jövő zenéje, a nem is olyan távoli jövőé, ugyanis az ötödik mérkőzést megkezdik Észak-Amerikában a Prozios tornán az Echo Fox, illetve a Liquid, a Team Liquid Academy csapata, a Foxosok kék színekben még, a Team Liquid Academy-sek piros színekben az utolsó ötödik mérkőzés, hát pedig egyébként hűs kinézetet váltott. Nem felejtsétek el, hogy attól függetlenül, hogy kedves moderátoraink már alszanak, moderátoraink még alszanak, vagy már alszanak, mi azért a Banhammert kéznél tartjuk, és ettől függetlenül az is előfordulhat, hogy egy szubcsetet gyorsan benyomunk, ha úgy alakul, és nem bírtok magatokkal, de arra koncentráljatok ti is, és mi is arra fogunk koncentrálni, hogy ad egy. Kövessétek a Magyar Lottery Twitch csatornáját, mert akkor folyamatosan napra készek lesztek az adásokkal kapcsolatban. Ad kettő! Ez a mai este utolsó mérkőzése. A Team Liquid Academy be akar kerülni a League Championship Series bajnokságába. A Fox pedig benne akar maradni. Küzdeni fognak. Ez már biztos. Hot tuti Franco Zier, nem bízzák majd a véletlenre. És szét én várom. Égeti egyébként. Rexhide közül. Szóló Moont. Pontosabban lehet, hogy csak erősíti a kitűnt páncélját. Nem lehet, hogy a, ilyen hőkezelés. Edzi pontosan Rexhide-nak a páncélzatát. Ez lehet az oka, amiért folyamatosan pörkölte Szóló Moont. Viszont elhozzák az ősi krúgokat Bigék, míg ezt Pigleték nem tették meg, ők már az ösvényen vannak, és egy kis meglepetés. Ezt eljátszották az előbb is amúgy. Tararam, tararam, tararam. Akkor két fárasztás is kimenne, most nem vár annyit egyik csapat sem. Ez a kezdeti kóstolgatás, tehát meg kell mutatni, hogy ki az úr a házban, ki ízve még jó a sebzés. Bignek pedig a belső lángja mellé megy. Bignek a belső lángjai viszont, hogyha találnak, akkor az még jó lehet. De Stunt gyógyítgat, és ezt már számtanszor kiemeltük, hogy mind a kettejüknek van védelmi képessége, de mennyivel jobb a szoraka gyógyítás? Sokkal, ugyanis nem időszakos az a bónusz, amit ő ad. Egyelőre viszont... Szép volt Kisztől, nagyon a kezdeményezés, rögtön robbant a belső lángra, amit talált Victor, innentől kezdve mind a gyógyítását, mind pedig a kifárasztását el kellett használni a Pigletnek, illetve Stuntnak, tehát a cserét. Azt kell, hogy mondjam, hogy Kiss és Big nyerte, átváltozik Heiafo, Gnar, Mega Gnarra és egy pingvin, majd a cuki pingvin dob bele. Befagyott pingvint, ez a legjobb. Az a szegénykém hibernálva lett abba a jégtömbbe. Az még hagyján, de örül neki, majd legközelebb láthatjátok. Tehát... Igen, az arcát nézzem, igen, majd legközelebb az arcát, az mindenképpen érdemes, ki fog szégni. Ezt már most mondom, egy jó pillanatban kap el, akkor őgött a vége. Na de egymással a két dzsungeles most még nem kardoskodik. Abszolút, de nem. És jól látjuk, hogy KFO-val szemben föl tudja tolni az ösvény Szóló. Mit jelent ez? Moon vagy torony alatti érkezéssel próbálkozik, vagy nem kell a felső ösvénnyel foglalkoznia. Hát akkor hova helyezze a hangsúlyt? Például Froggen ellen lehet, aki amúgy hihetetlen, Luxnak az előnye. Na nézzük csak.
nagyon jó távolba hatási képesség, nem csak a végső képességgel, hanem a fény robbanásokkal is tud. Hopp, itt a torony alatti érkezés, KFO még nem megy tovább, KFO életre csökken, KFO! Nem tölt képességet használni már, szóval alaptámadást pedig nem akar bevinni. Ugye a túltöltődéskor ő többet sebez. Oké, csak a Moon éppen csak, hogy túlélte azt. Kapott egy kis szerencse malacot a szünetben. Ezt mindenképpen betette az asztal alá, ezért ő túl is élte ezt a torony alá érkezést. Szólónak pedig már nem volt elég a pörkölése, kijebb tudott ugrani KFO, de azért ő hát most hátrányban van, méghozzá egy az a 10 million hátrányban, és a saját tornya alatt kell majd. Solo mellé az első Lanja, de a második, mennyi a szikonya, az betalált. Próbálkozik, Solo megteheti ezt, kevés életreje van KFO-nak, most hogy meg a Gnárban van, most egy picit terrorizált, de utána vissza kell vonulnia. Ugye mind a szigonyokkal lehet zargatni azt a Gnárt, mint pedig a pörköléssel, ha esetleg túlságosan közel menne. És még ott van rajta a törmelék pajzs is, ugye Solón, tehát a piszkálódás ellen is bőven van fegyvere. Nem véletlen, hogy azonnal mágikus ellenállás felé veszi az irány KFO. Átoknyelő lesz a menő a felsősfényen nála. Még a másik oldalról Solo az, aki úgy gondolja, hogy lehet, hogy hamarabb szeretné befejezni a protoövét, mint hogy egy kísértő állarcot magára öltsön, anélkül is elég félelmetes lesz, úgy gondolja Solo Rambeye, és mindkettő felsősnyes elhasználta a teleportját, és ha már idézői varázslatokról beszélünk, akkor a középső ösvényen van egy plusz gyógyítás Froggen kezében, míg Golden Glue, én úgy gondolom, hogy jól választotta meg varázslatát, ami nem más, mint egy megtisztulás. Egyrészt a lekötésekből, másrészt a kábításokból így mindenképpen egy lehetősége lesz ahhoz, hogy kijöjjön, nem kell vennie magának sejemövet, amit egyébként láttunk, hogy akár a középső ösvényen is megvásárolható, hogyha megvan az ellenfélnek az a CC mennyisége, ami úgy gondolom, hogy a Foxnál azért megvan mindhár, mint pedig KFO rettentő sokat fog kábítani. Ebből baj lesz az őrszem ugyan. Pigletéknek dolgozik, jött a Büfi Hártól, de nincsen villanásos, kicsi a rakásos kezdeményezés. Nem úgy, mint a szinkron villanás Piglet és Big között. Big mindenképpen szerette volna helyhez kötni Biget, de közben a mantrázott belső láng az, ami talál. Froggen pedig kitakarít egy mindent látó őrszemet. Moon sújt, aztán közben folyamatosan próbálkozik ellenfél dzsungelébe. Ott van. Tényleg, jaj. Ugye? Nagyon kis cukker. Ambi cuki még amúgy, hogy Moon megvásárolta a nyomolvasók tőrét azonnal. Ez egy apá, egyedi Rexen építkezés, eddig KFO ugrik, ez a villanás a Solónak mindenféleképpen. Túl bátor volt, Moon érkezését előbbre várta. De így legalább villant. Így van. KFO, tehát ezen képessége még neki megvan, haza is megy, befejezi az átoknyelőt, amiről beszéltünk. És ugye Moonra télték ki, hogy rögtön nyomolvasók tőrével kezdte el plusz rálátást biztosít csapatának. Azért... Golden Glue el akarja hozni ezt a kéket. Hard is sújtás volt, így végül hardon van a kék erősítés. Megérdemli. Hát csak így ezzel ugye Froggen nem fog rendelkezni. Neki még azért jó sok manája van. Kint tud maradni az ösvényen. Morello Nomikonnal kezd majd, míg azért Golden Glue-nak a Hextech agyának a fejlesztésével kell minél hamarabb befejeződnie. Utána válogathat majd akár a Lyrac kristálybotja környékén is, miközben Big az, aki inspirációval kezd. Támnak kell villannia, így viszont nem talál a belső láng. Nem rendelkezik egyik alsó ösvény játékos sem villanással, ez pedig azt jelentheti, hogy akár Hard érkezése várható majd az alsó ösvényre, Moon az, aki szeretné kiüldözni, és ez sikerült is, a saját déli dzsungeléből Hardot, így viszont a folyamatos jelzések mindkét csapattól érkeznek. Moon, most van sújtásod Hardnak, nincs sújtása, el tudod hozni azt a pirosat? El akarod egyáltalán hozni azt a pirosat? Megpróbálhatja, de Lux is jön, és Viktor is. Ebből itt akció lesz. A sújtás nem volt jó! Nem. Nagyon korán sújtott. Hoppá, robbanékony hordó még, a belső láng is talál, de ez a szokásos alagutas, vasutas. Ő megy tovább.
letolja magasról, hogy mi van Pigletnek varázspajzsa, pedig tökéletes. Nagyon-nagyon szépen vitte le ezt a belső lángot, korásultott múlni, kicsit elkapkodta, hogy elhozza a pirosat, igaz az életerőjét vissza tudta tölteni, de utána kellően sok sebzést kapott, mind Hártól, mind pedig az érkező Viktől. Hazamennén Piglet van gondban. Nagyon kicsit. Szép volt a varázspajzs provokáció. Pajzs provokáció. Mm-hmm. Hárt! Hoppá! Itt van viszont Moon, Romanékony hordolja Hárnak, nincsen jó a felütés, kicsi a rakás. Hárd! Az bizony egy iszonyat nagy fal volt. Fáj a fejed egy kicsit? De neki már nagyon, ez már nem az első a mai nap folyamán. Ezek a falak... Pontosan Hárd nem baj. Szegénykém. Nem baj. Ez mindenképpen jó dolog lefejelni egy falat, gondolja ezt Hárd. Hidd el, hogy nem jó. Én egyszer lefejeltem egy fejet, falat betört a fejem. Hát végül is Hardnak is, hogyha úgy vesszük. Kicsit összeesett az a Gragi. Hát nem egy Norbi update, az biztos, hogy így lefejeli az ember. Saját magát sztánnalta le ezzel kb. Na kösz a segítséget mondja Moon. Az sem egy sehova. Az sem. Muni, nézd már ki jött ez a vörös pengecsőr. Jön közben a visszajátszás, miközben Hárda az, aki megtalálja Pigletet. Jó a kávítás, viszont a némítás is szép, utána a felütés tökéletesen jó időben érkezik Moontól. Szerintem nem arra volt a egere, amerre villanni akart. Nem hiszem, hogy így rézsutosan szerette volna átvillani ezt a falat. Érződik azért a játékosokon az, hogy aki most ezen a mérkőzésen veszít, az vagy nem játszik többet az LCS-ben, vagy még lesz esélye felkerülni a Challenger Series-ből, gyönyörű! Kis rengeteg sebzés eszik meg a kifárasztás, kimeri és ott a Stukker! Solo Perker! Fogy az életereje, kiepó még nem meg a Gnár, Biget, Piglet! Oh! Jó a gyógyítás stuntot, te állat! Közben meghal egyelőre egy ember, meg még egy acagolba fullasztás! Konkrétan a saját gravitációs mezejében halt meg szegény Golden Glue, aki egyébként elhasználta mind a villanását, mind pedig a megtisztulását, tehát meg kéne nézni, hogy mi történt, terén remélem majd jön egy visszajátszás, Froggen ezzel szemben csak gyógyított, a középső ösvényen viszont lehet rombolni a tornyot, majd hogy nem el is lehet hozni, ki fogják tankolni Hardék, tökéletes válasz a Foxtól, így egy torcsot elhoz a gyilkosság után a kék csapat, és ezzel meg is alapozza, ha nem is túlságosan, de az arany előnyét. Mi történt a középső ösvényen? Semmi. Köszönöm szépen a visszajátszást, kedves észak-amerikai kollega! Semmi érdekes nem történt, úgyhogy nem tudom, hogy mit vártál. Hát a visszajátszást. Na, hogy? Golden Glue-val mi az Isten nyira történt? Be akarja csapdázni alapvetően Froggent, és ki is megy minden maxban, és nagyon szépen még megáll, de utána Hard érkezése, illetve a kábításos Luxulti. Oh. Az a villanás full felesleges volt már. Az. Nagyon szépen kijött ugye pajzsból, a börtönből, amit a fény csapdából, amit Froggen ráküldött, de utána Hard érkezése nagyon szép volt, mind a kábítás, mind utána a Luxulti feleslegesen villant Golden Glue, ezt kimerem jelenteni. Így van, Mo, használja területi sebzést, amikor ott van a sárkány, okos, minden esetre. Mit tudunk 13 perc után? Egyelő a gyilkosságok aránya, viszont toronyban vezet a Fox, és így az aranyelőny is az övéké, de nem ám olyan nagy mértékben. Köszönhető a dzsungeles, illetve a felsősínes magabiztos elény gyakorlásnak. Ám a középsősínen Froggen próbál szépíteni. Ilyet a gravitációs mezeje Golden Glue-nak. Hát pedig kicsi a rakással, de elmenekülve választotta ezt a képességet. Solo, akinek már ugye egyrészt protoövje van, szépen tudja a farm előnyét növelni és növelni, melyre azért válaszol Froggen. Moon pedig megint jobban kezdi a dzsungeles haladását. Már majd, hogy nem ki kell jelentenem, hogy Moon
Maga biztosabban dzsungelezik most, mint hárdan, Igen, ott a Chaos Fiar nagyon szépen állja végig azt a Stukert, jön Moon, robbanékony ordó végül szólót, előrébb lő ki, de Moon nem írja, de eléri végül Frogger. Hárd, szevasz, megvittad a társadat, akkor dögölj meg! És így a Team Liquid Akadémiához a harmadik gyilkosságát nagyon szépen felépített csapda volt, amelyben Hárd való fókuszváltás gyilkosságot ért. És kérdés az, hogy Gragasnak szőrűse a háta, mert hogyha az volt, akkor most már ez nem igaz, mert Solo úgy leégette, hogy ez valami eszméletlen. Megvan a válasz torony, miközben Megagnár formában KFO az, aki próbálja a felső ösvény külső tornyát picit zaklatni, az első sárkány pedig egy felhő sárkány, amit így a Team Liquid Akadémia csapata tudja. De... belső lángos Big! Jó. Na ez biztos, meg vissza kell hallgatni Mike Check-en. Big ugyanilyen hangja, nem? Ilyen hangja. Hanggal biztos, hogy örült, belső lángal elhozza. Úgyhogy közben nem tudom, nem súlyodott valószínűleg. Magabiztosak voltak a likvidesek. Hát... túl magabiztosak voltak egyértelműen. Nézzük is, hogy mi történt, hogy ez még a középsősényes akció. Amikor ugye Froggenre érkezik mindenki, nagyon szép lesz majd Solónak a végső képessége. Kijön ugye egyrészt a Burst Victorból, így ő nem tudja lekötni, mert Froggen nagyon szépen alkalmazza az ő fény csapdáját. Moon pedig kivár, mindkét embert így fel tudja ütni. Hát Fár feláldozta életét Froggenéért, aki ugyan villant, de... és túlélte a csatát. Valószínűleg a második tárgya akár még egy jó kis Luden vízhangja is lehet. Piglet nagyon szépen a rálátásnak köszönhetően meg tudja állítani Hárd érkezését a felső ösvényre. Az első sárkány tehát nem a Team Liquid Academy, hanem az Echo Fox hozta el méghozzá Bignek köszönhetően. Van neki plusz 25 mozgás sebesség. Ajaj, Piglet rengeteg sebzés esik meg, kísérre a kifárasztás, jó a helyezkötés, ingyen meghaladt, mert a teleporttal megérkezik KFO Megagnár. Piglet még mindig él, Piglet egészen eddig, mit össze nem táncikál, de mindenki ment rá. És hova ugrott szegény KFO a világ másik végére, de aztán egy jól elhelyezett jégtömbben harcba kapta. Froggenre jó a kezdeményezés, Froggen életereje elfogyhat! Frognyek! Az ulti se jött ki, pont elég gyorsan tudták befejezni. Moon és Golden Glue párosa szegény Luxot ahhoz, hogy ne tudjon még plusz sebzést okozni. A halálban már kvázi biztos volt Froggen, de azért még utólagosan szeretett volna még plusz sebzést osztani, az még hagyjam, hogy elhozzák a középső ösvényen a külső tornyot. Erre válaszol a Fox a felső ösvényen egy kettes szintű toronnyal, ami mindenképpen jó. Solo az, aki most ide tereli a kis piros minionokat az alsó ösvény T2-es tornyához, majd utána ki takarítja ezt az őrszemet és hazamegy vásárolni. Egy idő után neki már mindenképpen kéne egy kis plusz sebzés ahhoz, hogy azért jobban tudjon majd a csapatharcokban szerepet vállalni, miközben KFO iszonyat építkezést vállal, azt mondja, hogy a 16., 17., 18. percben ő már ő angyallal rendelkezik. Túl sokat halt KFO az elmúlt négy mérkőzésen, és azt mondja, hogy én ezt meg szeretném állítani. Én ezt nagyon bátornak tartom amúgy, és még azt is mondanám, hogy másod is jobban járhatott volna. Abszolút unorthodox az ő tárgyválasztási szériája. Eleve azzal, hogy Marmorcius mendőjét rögtön befejezte. A varázssebzés és a fókuszra összpontosít. Megtisztulás, és még így is elkapja a sehelyet Golden Glue-nak. Wow, hát ez a Lux. Luxi, Luxi, Muxi pontosan. Így bizony elhasznált egy idéző képességet Golden Glue, de túlélte a csatát, és talán ez számára a legfontosabb. Mit csinál közben Piglet a felső ösvényen viszi a Minion sereget, és leszed egy külső tornyot, mehet tovább. Határtalan pengével rendelkezik már kedves Pigletünk, míg Kiss az alsó ösvényen teszi mindezt. Wow! Tehát ne ügyeskedj, minden oldalon falon KFO arrébb lő ki Moont. A kábítás nem jó, Piglet levédi. És KFO, hát nem hal meg. Miért nem hal meg? Mert erre készült, hogy én el fog bénázni gyerekek mindent.
de legalább velem foglalkoznak, mert egy jó célpont vagyok. Ebből a szempontból tényleg megérte. Semmi másból, én úgy gondolom. Pörögnek a tornyok, úgy dőlnek, meg úgy hullanak, mint ősszel a falevél. A Foxnak már 4 tornya van, míg a Team Liquid Academy-nek már a 3, ezt szeretnék majd behozni már, mint ezen lemaradását, de attól függetlenül ők tudnak vezetni minimális arany előnyben. Mm. Ez a felső ösvény, a dzsungel, illetve minden ösvényen nagyon jól tudják tartani magukat a farmoláshoz, ami inkább fura az, hogy Froggen nem tud nagyobb előnyt kialakítani Golden Glue-val szemben, mert abszolút sokat foglalkoznak vele a középső ösvényen. Mindig van ott, járkál ott valaki, aki ezért megakadályozza, hogy ő maga biztosan és nyugodtan farmolgasson. Big, meg pedig nagyon szép volt az inspirációja. Na, múl most korán sújtasz, későn sújtasz, mi lesz? Nem is sújtok. Te ezt mondja Moon. Moonnak magos a sújtás gomb, tehát ő ezt mostanában nem használja. Nem is baj ez, hiszen neki azért... Lehet, hogy gondolja, hogy más célpontokra is érdemes ezt használni. Óceán sárkán lesz a következő. Moon amúgy folyamatosan szonárt játszik. Kimegy a sorozatra jövő és egyre rösvény takarítás. A GF arrébb megy és ennyi a kezdeményezés. Big, Keith nagyon merész volt azért azzal, hogy előrébb vonult, hogy a sorozat lövése le tudja farmolni a minion hullámot, de azért még időben tudott visszacsúszni a Fox lövésze. Azért őt ki lehetett volna kapni, nagyon úgy nézett ki ez az egész stuntnak, kéne egy kicsit visszavonulnia. És kevés most az élete. Folyamatosan kéne találni a csillaghullásokkal ahhoz, hogy fia, hogy vissza tudja tölteni ezen hiányzó életét, vagy hazamenni nekem az is. Hazamenni, nem kéne már. Nem kéne már, pattan minden. Össze meg tekintetében Team Liquid Academy még a déli féltekét figyelte. Ez most jól is jöhet nekik, mert sárkány kezdeményezés van a Foxtól. Itt van Froggen is, ez meg lesz. Moon ugyan látja a szituációt, de erre nem fog kimozdulni. Még Froggent is észreveszi, meg van a második sárkány. Ez egy óceán sárkány, mint látjuk. Regeneráció csatán kívül. Jujj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 
mert ez annyira cink volt. Tehát, hogy az, hogy még egy belső lánggal ellopja. Azért a hívők töménye az nagyon vagány fog ellen, úgy gondolom, hogy a pajzsokat jól kell majd kiosztania azt a spektrum pajzsot, hogy mm-hmm. az. Hiszen ezzel fúsz, támadás és sebzés, tehát fizikai sebzést ad. Úgyhogy ezt választotta. Mégsem a Ludan vízhangját, pedig ott volt már rajta a Lidérc fény. Nem sokára Stunt pedig majd befejezi a talizmányát. Ez lesz neki a következő tárgya. Míg Szóló azt mondja, hogy mindenből építek egy kicsit. Van már kereső karvértje, Moon még el tud menni a metrónak köszönhetően. Pontosan. Kereső karvértje, illetve hogy a kísértő állat már ott van, tehát mind a Liandri, mind pedig majd a Zonya homokórája is érkezni fog. Te meg meghalsz, mármint hogy egy ilyen repülő lény, aki bejött a stúdióba. Uci és a repülő lények. Abszolút, nem tudom milyen. 1-0. Ez így van. Hát pedig mennyire multitalentum, mármint hogy miközben sutyarákat öl, még gyorsan egy Rek'Sai alagutat is lezúzott. Tehát hogy így abszolút megy neki a több dologra való egyszer odafigyelés. És nincs ez a vakontúrás, amit igényel, hogy egy ragasztáljon. Figyelni kell, na de lejut a mérkőzés, én pedig akkor most felállok és így fogok közvetíteni, mert akciógyanús események következhetnek. Látjuk az ellenállás mennyiséget Kielfónál, nem ő kell, hogy legyen az elsőleges fókusz, a frontvonal mögé kell jutni. Hard megeszik nem kevés sebzés, de jön a pajzs Moonra, egyelőre viszont nem érkezik elég sebzés, Frogger jól alkalmazta megint ugye a spektrum pajzsot, semmi nem ment ki, mindenki csak kostolgatta a másikat. Ugye az a gond, hogy mind a két csapat hihetetlen ösvénytakarítási képességekkel rendelkezik, tehát nem megy azt, hogy előre tolok egy ösvényt, és majd azok csinálnak valamit. Farmolás van, farm, fest és egy százassal vezet a Fox. Mi megy itt? A mai este 10. mérkőzése, ahol a Fox és a Team Liquid Academy nem bízza a véletlenre. És nem is szabad túlvállalnia magát egyik csapatnak sem, mert
pont a 2-2-es állásban láttuk azt, hogy mind a Fox, mind pedig az Akadémia likvidesek ki tudják használni, hogyha valaki hibázik. Ha valaki hibázik, az kőkeményen kihasználják. És megbüntetik. Moon érkezik, jó még a Stuker is, hát az elsődleges szélpont az viszont nem a legjobb lesz. Szóló a háttérben. Oh! Egy hatalmas nagy! Luxulti jött, Kész pedig követi Szólót. Szóló még bírja, nagyon szép boldog glutartó sebzés, viszont a robbanékor oda eltalálja Pigletet, Piglet pedig büntet, nem, mert jó a gyógyítás! Atyaisten, elolvasztál! A hát majd hogy nem saját magát szivatta meg ezzel a robbanékony hordóval. Itt, hogy ezért hello hard! Mindkét gyógyításnak el kellett, hogy csattanjon a Fox részéről, még a Team Liquidesek közül pedig Piglet volt, aki elhasználta ezen intézői képességét. 5-3-ra módosul a toronyállás, és még így is csak egy majd, hogy nem 1000 arannyal tud vezetni a Fox. Ez nagyon kevés, amint be tudja dönteni a két tornyot a Team Liquid Academy, akkor bőven meg lesz nekik is az arany előnyük. Golden Glue az, aki nem engedi oda KFO-nak ezt a kék erősítést, és nem. Megnéztem, hogy talál ő, de hát nem talált. Eltalálta egyébként... ugye, csak hát nem hozta el. Még korai volt az öröm, amit Froggen arcáról leolvasható volt, nem kapja meg így ezt a képet, kéket, de azon függetlenül ezek a Luxultival abszolút, illetve most már tudjuk, hogy Big belső lánggal is lehet lopkodni. Ugye az a probléma, hogy a Foxnak egy dologra van szüksége. Szűk hely, és az, hogy legalább egy embert helyez lehessen kötni, ott lehessen tartani, és akkor kijöhet Froggennek a sebzése. Csak két képesség kell, hogy találjon. És már is megvan, mutoljon a kezdeményezés. Egyelőre nagyon jól csinálják a srácok, megint hárna célpont, nem őt kéne! Gragász elmenekül, kijön a sorozatlövésképpen, kitől Moon rengeteg életerőt megeszik, és villannia kell Moonnak, hogy ezt túlélje, így van, KFO-t hagyjuk, viszont a Team Liquid Academy kezdeményezett, megint úgy gondolom, hogy nem a legmegfelelőbb célpontot választották ki, és így visszavonulás. Nagyon jól tudja tartani a frontline-t hard, tehát hogy azért nem tud mit csinálni a Liquid Academy, mert egyszerűen ő áll elő, tehát nincs esélye bent érkezni a... Két pajzs is van, ugye ne felejtsük el, Szólóék még itt vannak, jó a lekötés, miért használ el a homokoronát Szóló, amikor előment ki a végső képessége Froggennek? Mert ugye ez a csapda ilyenkor, hogyha talán a lekötés jön a végső képesség. Hát most rendesen becsapd ezt a Elkapkodta most a Team Liquid Academy. Abszolút. Keresi a fogást, de nem jó helyen találja meg. Nem az Isten lábát fogdossák. Attól függetlenül mondjuk megvédték a kettőszintű tornyot, ami mindenképpen becsülendő. És nem halt meg senki, bármennyire is Froggen szerette volna. Most pedig egy jó kis... Csapda, mondja a Froggen, de aztán végül kibújik a bokorba, majd visszabújik a bokorba, segített Hardnak mindenképpen. És én úgy gondolom, hogy az érkező Golden Glut vagy Stunt szeretné majd megfogni, közben a spektrum szépen robban már képessége Froggennek, elkezdi a Team Liquid a hegysárkányt. Ez most így a 27. percben mindenképpen már jó dolog, viszont érkeznek a jelzések a Foxtól, hogy elkezdjük a baronnasort, vagy legalábbis csak táncolunk arra. Biztos vagy Moon? Sújtás használt el Moon. Ojaj! Ennyire jutott egyelőre a szolgálkátó, Golden Glue szintén bajban. Golden Glue meghal, borzalmas fókusz még. Kiszre fordul át Szóló, de egyedül nem tud mit csinálni, homokórája sincsen. Kettős gyilkosság már lúsonön, Piglet mit tud egyedül csinálni? Hát túlélni, maximum KFO falhoz vágja Moon-t, akinek az életreje nagyon fogy. A torony hiába segít, kevés lesz a sebzés. KFO mindent kitankol, megvan a torony. Majdnem egy ász, és a Fox amúgy mehet előre bőven. Még akár el is hozhatja. Nem csak az inhibitor, de megpróbálja a mérkőzést is, mert nagyon soká életnek ura a Team Liquid Akademisek. Itt van Stunt. Talán komolyan egy ilyen mérkőzést hoz el a Fox. Nem merik szerintem. De bár... mert rengeteg pajzs van, és ez megvan mind a két oldalon. A Lexus toronynak az életreje csökken. Egyelőre Hardék még bírák, de megvan a torony, már megérte az akciót. És a Fox milyen lendületet vett? A kutya minden itt már a Team Liquidnek, föl kéne állnia az Akadémia. Ujj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 j
Jason megkapta a jön közben egy teleport, így hárdot lehet. Nem tudsz mit kezdeni vele, nem tudsz mit kezdeni vele, tele vannak pajzsal. Jön még mondta, és a kezdeményezés kizmos hátul maradt a robbanékony ordon, még meg is menti.
De teleport, villanás, mi a kutya füle? Főleg úgy, hogy ott van már egy kísértett kámzsonála, tehát hogy az ő plusz varázssebzését azért le tudja védeni, bármennyire is van varázsátütése szólónak. Egy, kettő iszonyat pajzs érkezik rá, és hello, vége. Az, aki kitakarít még egy őrszemet, nem tudja végül is kitakarítani azt az őrszemet. Team Liquid Academy-nek muszáj lesz elhozni majd egy baronnasort ahhoz, hogy visszatérjen a meccsbe, mert így szépen lassan a Fox be fogja őket darálni. Ha nem tudnak reagálni, akkor bizony vége lesz a játéknak. Megvan a sárkány és tick! Egy combo. Vége a töltőbázisnak. Gondoltok, ez meg lehet indulni! 5 emberes inspiráció itt van, Fox! Golden Glue az, aki meghalt, Solo pedig túl van töltődve. Ő nem egy tank, de mégis beugrik sok ember közé. Piglet még nagyon szépen sebez hátra, de neki is el kellett villannia. Moon pedig hát valamilyen szinten feláldozta magát azért, hogy Piglet el tudjon menekülni. Ebből még egy Nexus tornyot is elhozott az Echo Fox csapata. Rálátásra van szüksége a Fox ellen a Team Liquid Academy-nek, hogy Frogger ne tudja azt megcsinálni, mint az előbb. Nem véletlenül, hogy ott van kettő messzelátó gömb, de még a csapdázást valahogy ki kéne kerülni. Felhő sárkány a következő, és ez lesz már az utolsó az idézők szurdokában. Kettő sárkány van a Foxnál, egy a Team Liquid Academy-nél, és van felhő sárkány amúgy a Foxnál, tehát ők is kihasználják nagyon csúnyán a bónusz mozgási sebessége csatán kívül. Baronnasról pedig nem szabad elkezdeni. Nem csak addig, amíg ilyen hard, hanem gondolj bele, KFO mit művelhet. Még egy KFO is mit művelhet. Hát, hogy egy Frogger végső képességgel is simán bepróbálkozhat akár egy lopásba. Kérdés az, hogy a Liquid, hogyha nem tud bemenni hard, illetve KFO mögé, és nem tudja valahogy gyorsan kiszedni Keith vagy Froggent, akkor konkrétan elvesztették a csapat küzdelmet, illetve utána valószínűleg a meccset is. Igen, ám csak ki az Isten ugrik be a Liquid részéről? Most beugrik Solo, ott van persze a Zonya homokórája, meg ott van még a protójöve, de attól függetlenül őt pikpak ki lehet szedni. Ki ugrik be akkor? Golden Glue is távolról fog téged zavarkázni. Moonnak, illetve tehát, hogy Moon egyedül nem fog tudni sok mindent tenni. Na, sem is kezdi ez a Fox. Ez a döntő küzdelem, hölgyeim és uraim. Ha ezt elhozza a Fox, akkor megnyerte a mérkőzést. Nem talál egyelőre Froggernek a kombója, ez jó jel a Team Liquid Academy-nek. Vissza is vonul. A Fox a pajzs mennyiséget néz meg ki, hiszen... Basszus, mekkora. Hihetetlen is, még ott van a vérszemes is rajta. Ez egy óriási kombó, megy a Stuker, ez jó, Frogger ki lehet kapni. Ki követi? Senki! Hiába van ott még szorak a kész, viszont még meg lehet talán ölni. Most csattam még csak a vadászat. A Team Liquid Academy elbuk egy inhibitor tornyot. Egy inhibitort is, mert KFO azt csinálja, ami az egyedül ért a párhuzamos ösvénytoláshoz. Isten ments, hogy neki csapatküzdelembe kéne belemennie, mert abból csak nem hagyhatja itt. A Team Liquid Academy nem hagyhatja itt ezt a baronnasort. Igaz, Solo haza sétál. Most ér haza, így viszont nincs már meg az inhibitor megvédése sem. De talán még KFO-t lehetne valahogy büntetni, akinek ugye jó választ volt ez az irányja, mert azóta nem nagyon halt meg. Elkezdi ismét. Az Echo Fox nagyon jól játsszák meg ezt a folyamatos baron hívást. Nagyon provokáció és a zónázás. Nagy. Tökéletesen jól tudják ezt csinálni. 8000 életerőn a baron. Hard veszíti az életerőt, de a pajzsuk ott vannak. Moon látja, hogy elkezdték a baronnal sort. És a Nexus Solo-ra kell figyelni a Solo-nak! Aj. Nagyon szép volt Golden. Meghalt Golden Group, Pigletnek villannia kell. Itt van Solo, végső képessége még nem elérhető. Inspiráció mindenkire. És két ösvényen nincsen inhibitor, ez baj. Solo villan, ez szép volt, egy mosolygós pingvin. Védeni kell a bázis, gyerekek. Védeni kell a bázis. Bejuttok az LCS-be, Team Liquid Academy. Képesek vagytok rá? Ez itt a tét. Ezért kell most valamit mutatnotok. Nem mehet ez így tovább. Kimegy a Stuker, hard az egyik vonalon, másik oldalon KFO-ig. Moon életereje fogy, Moon meghal. Frogger-nek még ott van a spektrum. Ágyú, lézer, minden franc. És így egy jól időzített végső képesség is meghal. Stunt is. Illetve Piglet se tudom elgyógyítani. Jönnek egyelőre nagyon szépen a Team Liquid Academy-seknek. KFO tankol, KFO jó, hard szintén, a pajzsok megvannak. Most fog kijönni Froggernek a végső képessége Pigletre. Előfordulhat, nem, mert már az nincsen neki. Ott a Chaos Wheel, Keith!
Meghal! Pig még él! Ja, lehet a fordítás, de Pig el tud menekülni. Moon szintén belassul, így ő sem tud követni többieket. Végül a Team Liquid Academy valahogy túléli ezt a küzdelmet. Konkrétan akkora gólt lő Froggen a végső képességével, hogy ha az bárkire is betalál, akkor megfordul, hatott volna. Ezen csapatküzdelem viszont annyit nem nyert a Team Liquid Academy ebből a küzdelemből, hogy ki tudjon mozdulni legalább a saját bázisából. Védekeznie kell két ösvényen is folyamatosan. Innentől kezdve még minimum egy vagy két csapat küzdelmet kell megnyerni. Itt ment ki a Froggen végső képesség, utána pedig Szóló nagyon szépen állt végig azt, hogy úgy pörkölt, hogy végig tudta az anya homokóráját kihasználni. Meg lehet állítani a visszavonulást, mármint a visszavonulást lehet segíteni, miközben Golden Glue-ra a lekötés még ugyan jó, de attól függetlenül Big el tudott menekülni. Egy ember az bizony kevés. Abszolút unorthodox választás KFO-tól, de nem halt még meg, 2-0-4-es agrária. Bilgewater is szabja, tehát jön a letaszított király kardja, illetve már egy Randuin Omenje nem csak rajta, hanem Hardon is ott figyel. Hölgyeim és uraim, és akkor a Team Liquid Academy szurkolók most igazán izzadjanak Moonért. Robbanékony ordó is kimegy rá, de végre van alagútja. Ez nagyon jó, hogy ez a végső képesség kiment a Foxtól, de folyamatosan KFO párhuzamosan ösvénytól van, teleportja, megteheti, de lehet törni egyedül KFO-t, nem, még az őrengel is ott van rajta 92 óta, emlékszem, egy napos májusi délután volt, viszont a baronnasort elkezdte a Fox, rálátása van a Team Liquid Academy-nek, a zónázás még nem megy, de például Froggen most előre egy végső képességet, három ember találna el a nagy vonal miatt. Hádra megint ott van a pajzs, Hard életereje, az Istenért nem akar csökkenni, viszont továbbra is kell védekezni. Szóló beragadt a bázisába. Abszolút, neki folyamatosan kell pörkölni az érkező minionokat, így ő nem nagyon tud sehova menni, akár van teleportja, akár nincs, ugyanígy ugye KFO is zaklatja a saját bázisán a Team Liquid Academy játékosait. Ismét baron tánc, tisztára füzes abonyba érzem magam, mert itt bizony van tánc, a Fox nem akarja túlvállalni magát, és én ezt úgy gondolom, hogy egy jó hívás, nem szabad túlvállalni ezt az egészet, csak a biztosra kell menni. Baron nasol próbálkozás, megvan rálátás szint, úgy, Moon még kitakarítja ezt az őrszemet, ez fontos, nem tudom már harjadik, amit elkezd a Fox, Golden mert próbálkoznak. Szóló meg a Gnár, ő abban nem fog érkezni, legalább ennyi előny van, így van, Golden Glue és Piglet, de hol vannak a tankjaik? Egyedül Moon van itt, vele vigyázni kell, Szóló tud érkezni egy őrszemre, hogyha úgy van, nem véletlenül fordul vissza a Fox mit csinál? Provokál, provokatőr, egyértelműen a Fox jelenleg. Ki, kérdés az, hogy ki bírja tovább ezt a feszített tempót? Ó, oh, Hard, Romanékony Ordo még nem jött ki tőle, pedig a némítás sem volt ott. Golden Glue tökéletesen pozícionál egy teljes sziklafasorral. Sziklafa, mindegy, arrébb. És egy újabb baronasor kezdeményezés, mert Szólónak védekeznie kell. Abszolút. És itt nincs mese. Ott van már, csak arra vár, hogy hiba legyen. Viszont egy némítót le kell győzni, a fél életőre van a baronasor. Minden eddiginél tovább halad. A Fox, bekapják Moont a csapdába. Ez kevés, Piglet használja a vadászat képességet, kiszed, ki lehet fókuszolni, mennyi pajzs van rajta, úristen! Jön a sebzés, de stunt lehet az első halott, így van, ő nem tud már arrébb menni. Moon még zónázza Hardot, de Hard el fog tudni menekülni, ez biztos. Nézd meg, Piglet sebzi, de az kevés ide, és közben a középső ösvényen KFO azt csinál Szólóval, amit akar, mindent visszaad neki, amit eddig lehetett. Big jön, kifárasztás megvan, helyezkötés szintén megy a megtisztulás, de befejezi már egy 10-38. percben. Piglet ott van, Piglet meghal, ennyit erről. A Team Liquid Academy-nek meghal még a dzsungeles, és kettős gyilkosság Froggen. És ebből vége lesz! Ebből vége kell, hogy legyen, KFO közben leszedi a középső ösvény inhibitorát, pontosan még az alsó ösvényen is leszett a középső ösvény, és az most éled újjá, bocsánat, tehát az alsó ösvényen ölte meg, most ez bedönti, akár még. Nem kell bedönteni igazából, a Nexus-t kell bedönteni, mert arra játsszák a játékot, ahogy ezt Darcig is elmondta már. Szóló és stunt nem fog tudni mit csinálni. Az égvilágon semmit, a Nexus szoron folyamatosan, de a KFO-nak mellé megy, a megagnárja, a Nexus viszont szabad. És hölgyeim és uraim, a 2016-os tavaszi évad biztos kiesője.
Challenger Series résztvevője a Team Liquid Academy. A Fox pedig megkapja az esélyt a bennmaradásra. Sokkal jobb dolguk van most már, hiszen 2 bio-5-öt kell elveszíteni. Ez így van, és itt látszódik egyébként a Fox edzője. Ő egy, már edzője, bocsánat, a tulajdonosa. A tulajdonosa, tehát ővé a csapat. Tapsol is a srácoknak. Nem akarom elkeseríteni őt, de azért ennél sokkal jobban kell játszani majd a többi csapat ellen, miközben a nagy ölelést megkapja Piglet. Nem csoda. Azért ő egy legenda, bármennyire is a Challenger Series-be játszik. Ő megjárta már ténylegesen a csúcsok csúcsát, a világbajnokságot, megkapta a világbajnoki címet is. Most pedig már ett van Big. Imádom Big, aki ellop egy belső lánggal egy sárkány cukorfalat. De azért tényen azt mondom, hogy azért a Foxnak ennél jobban kell játszania majd. Bárki ellen is hozza most majd a sors, hát elvileg ki ellen hozza. Holnapin a folyamán kérlek szépen, nem az Energy ellen játszik, mert az Energy ellen játszik holnap a Cloud9 Challenger. Így van, ez lesz. Pontosan ez nem holnap, hanem akkor szombaton a Phoenix van. Így van. Ő ilyen játékkal a Phoenix rektelni fogja. Inori behozza, érted, Rengárt, a Mordekaiser dzsungelét, és vége lesz itt abszolút. Hölgyeim és uraim! Hardnak nagyon-nagyon sokat kell fejlődnie. Hard, én úgy gondolom, hogy... Inorihoz képest abszolút. Hardnak, illetve KFO-nak, hagyd azt Ezért vagyok én bevallom őszintén bosszankodó állapotban, és egy kicsit bosszus. Mert nem érzem úgy, hogy a Fox megérdemelte azt, hogy ne essen le a Challenger Series-be. Úgy érzem, hogy amit a mai nap folyamán láttunk, kiemelkedő teljesítményt, az ott volt Frogger részéről, amit megszokhattunk, hozta magabiztosat és a jó teljesítményt, ez abszolút de jó. Viszont a másik oldalról ott volt Solo, ott volt Piglet, és még ráadásul Stunt is. Szorakával rengetegszer képes volt nagyon szépet mutatni. 3-1 ellen, ha csak a játékos szinteket nézzük. És az, hogy mikre volt képes KFO a mostani mérkőzések során, az úgy gondolom, hogy mindent elárult. Tehát, hogy neki, tehát ő sajnos én azt mondom, hogy le kell cserélni a Foxnak. Van bennük jövő, és meg tudják mutatni, hogy képesek a jobbnál jobb játékra. Úgyhogy, hát sajnos, ez ilyen, hölgyeim és uraim. A KFO társasága, a Zeko Fox megküzdött 5 mérkőzésen keresztül azért, hogy végül ne essen le még a Challenger Series-be, természetesen még vasárnap leesett. Viszont úgy gondolom, hogy 10 mérkőzésen vagyunk túl. Amit el kell mondanunk, hogy nagyon szépen köszönjük a figyelmet mindenkinek, aki vagy az elejétől délután 5 óta velünk van, vagy bármikor csatlakozott, vagy most is itt van. Csókolunk mindenkit, isteniek vagytok. Holnapi nap délután 5 órakor kezdődik az európai LCS, folytatódik ugye a Promotional Tournament. Az Orihen és a Misfitsnek az összecsapását láthatjuk. Nagyon izgalmas lesz, 5 órától B-olt, tartsatok velünk, megéri, nyereményjáték is lesz feliratkozóknak és rendes játékosoknak is. Ez egy iszonyat érdekes játék lesz. Power of Evil vs Selfie. Atyagatya, meg fognak őrülni a srácok. 5 meccset abban én is beleláttok. Abban én is úgy gondolom, hogy beleláttok. Selfie szerintem rettentő erős játékos volt, főleg amikor Ryu-t cserélte az H2K-be. Nagyon-nagyon bevált a csereként. Power of Evil pedig hát sebző őrültet játszik az Orihenbe. Froggen nagyon-nagyon jól hozta el, és alapvetően tényleg az a tömérdek mennyiségű pajzs, amit mind Froggen, mind pedig Big folyamatosan tudott osztogatni. És Hardot fókuszra meg KFO, tudták tartani a front vonalat, érte, nem tudott Piglet tovább menni, nem tudott Golden Glue sem tovább menni, és a pajzsokkal megoldották. Azért az sem mindegy, amikor azt mondjuk egy luxról, hogy a pajzs játéka hozta a győzelmet, de így van. Amit még szeretnénk mondani, hogy na, nézzük csak. Tehát, holnap 5 óra, Európai LCS Promotional Tournament, Orihen Misfits. Szombaton, NLCS Promotion Tournament, Energy versus Cloud9 Challenger. Vasárnap pedig a szombati nap, illetve a pénteki nap két vesztese küzd meg még egymással, mert aki ott kikap, az nem jut be az LCS-be.
drukkolunk mindenkinek. Tartsatok velünk mind a három napon. Nagyon köszönjük, nyereményjáték lesz. Megköszönjük, ha követitek Facebook csatornánkat. Hogyha a Twitch-en rámentek a követés gombra, akkor ráadásul értesülhettek bármikor, ha lemaradnátok, hogy van adásunk mindenféleképpen. Illetve mi most el fogunk köszönni, mert nagyon hosszú nap volt. Az addig blokkot, ha kikapcsoljátok és a reklámot megnézitek még, nagyon köszönjük. Csókolunk mindenkit, tényleg hosszú nap volt, köszönünk mindent. Külföldi kollégáké a szó, és gratulálunk amúgy az Echo Foxnak, illetve a... Ja, de gyorsan akartam lenni, Rocketnek. Rocketnek. Igen, eddig minden LCS csapat megtette a kötelezőt, tehát az első lépcsőn túl vannak, de előttük van még két nap. Így van. Buci, Thanatos, out. Off.